Én a körmöt akkor elkezdtem, jó? Tehát egy géllakos előkészítést fogtok tőlem látni. Ugye a köröm szabad szélét megreszeltem, illetve feltöltöm a bőrt, tehát a bőrt már nem kell kapanom, mert igazából ezt ennek már ugye elő lett készítve, vagy el lett távolítva a korábbi géllak. Úgyhogy a felületet fel fogom matítani. Ugye már az előbbi említették a wikiék, hogy be fogom mutatni a kompakt bézgél használatát, mert hogy az előző körben még ugye nem láthattátok, hiszen műkörmök készültek. Úgyhogy hát imádni fogjátok amúgy az anyagot. Tehát én élesben teszteltem a vendégeken, és azóta is kérdezősködnek, hogy mikor lesz már ez az anyag, mert hogy mennyivel jobb volt, hogy erős, még erősebb a géllak, hogy gyorsabban ugye el tudtam készíteni nekik a körmöt. Na, nagyon-nagyon imádták, ráadásul sokkal stabilabb körömérzetük lesz, tehát nekik is sokkal komfortosabb érzetet fog adni, tehát otthon házi munka, mosogatás, egyáltalán semmi nem fog őket zavarni, nem fog felpuhulni sem a saját körme, esetleg a géllak alatt. Jó, tehát akkor felmatítottam a felületet, kapott egy spray-prepet, és innentől kezdve semmi mást nem teszek már rá, csak a kompakt bézgélt. Tévi, nem is szabad alá tenni, vagy pedig csak nem kell? Hát igazából nagyon baja nem lesz, hogyha most tesztek, tehát énkem már volt már olyan, hogy rutinból feltettem véletlenül savmentes primert, baja nem lett, de felesleges. Tehát az oldhatóságát nem befolyásolja negatívan? De nyilván az oldhatóságát ugye tudja növelni, ugye azt tudni kell erről az anyagról, hogy amúgy is egy picit lassabban oldódik, de ez általában igazából logikus, hogy minél erősebb anyagokkal dolgozunk, annál nehezebb lesz ugye az oldhatósága, de ugye én már nagyon sokszor, már bemutattam, meg tanfolyamokon is elmondtam, akár a Krisztán és szoldalára fölmentek, vissza lehet nézni, hogy a géllakot most már csak főleg, hogyha egy ilyen erősített alapot használunk, ugye nem csak az oldást mutatjuk meg, hanem ugye lehet ezt úgy reszelni, hogy ne sérüljön a saját körömlemez. Hiszen nem feltétlen kell ezt ugye leszedni, hanem ugyanúgy tölthető is vele, ugye? Így van, tehát, hogy... igen. Uh-huh. Jó, úgyhogy akkor itt a felmatított felületen, ahol megszáradt ugye a spray prep, oda fölkenem. Először én úgy szoktam, hogy egy vékonyabb csúszó réteget viszek fel a felületre. Ugye ezt látjátok, hogy ez az átlátszó lesz belőle. Ugye tudjuk, hogy van belőle még kettő másik színezett alap is hozzá. Nyilván amúgy azt is lehetne használni. Tehát így, hogy úgyis egy rózsaszín kenek rá, akár használhatnám valamelyik cover színű alapot is, hiszen egy plusz színezett alapot ad neki, tehát nyilván azt is lehetne használni, de a clear is abszolút teljesen tökéletes. Csúszó réteg után, ha erősíteni szeretnénk a körmöt, akkor egy picit nagyobb gombócot felveszek, nagyjából ide a hátsó. Mit nem látunk? Téged látunk, Szilvi, a Dórit nem látjuk. Igen, másik. Még mindig nem jó. Őt nem látjuk. Minket nem látni? De. Ja, akkor tedd be, Léci. Én látom magam. Srácok, ott fönt aki a technikáért felel. Itt a lányok mindjárt megdobálnak minket kővel, paradicsommal és egyéb büfében kapható dologgal. Nem látják azt, amiért ide jöttek. Jó, tehát Szilvi, mi történt akkor? Ugye tettél rá egy kis mindjárt kenek még egyet. Két rétegben kell? Megmutatom, mindjárt mutatom. Tehát akkor raktam ugye egy csúszó réteget, most látszok, ugye? Ja. Tehát rakok egy csúszó réteget, vékonyan. Akár amúgy így is lehet használni. Tehát simán csak egy vékony alapként fogjátok érezni, hogy így is egy sokkal erősebb alapot fogtok használni, vagy hát sokkal erősebb alapot fogtok kapni. És ezután, hogyha szeretnétek, akkor még erősebb körmöt tudtok készíteni, fölvesztek egy picit nagyobb anyagmennyiséget, lehelyezzük, vagy a köröm közepére, én inkább a hátsó bőrödő felé szoktam ezt inkább eloszlatni, és finom, vízszintes ecsettartásra, finom mozdulattal elterítjük az anyagot. Jó, tehát lehetőleg azért ne legyen göröngyös a felület, de érezni fogjátok, hogy az anyag amúgy nem is olyan sűrűséggel bír, amit amúgy nehéz lenne esetleg elteríteni. Tehát nagyon könnyen formázható az anyag, beismert a lámpába, tehát ez egy ilyen nagyon gyors folyamat lesz, főleg, hogy nem kell alatta még egy réteget használni, ezt nem ugye külön két rétegben kenem fel, hanem egyből fel tudom tenni rá ugye ezt az úgynevezett C-évet, mondjuk úgy, egy ilyen erősítő gombócot tulajdonképpen,
nagyon gyorsan lehet vele haladni, és imádni fogjátok. Szilvi, az éleket le kell zárni vele? Hát őszinte leszek, igazából le lehet zárni vele az éleket, de mivel egy sűrűbb anyagról beszélünk, én azt szoktam mondani, hogy óvatosan az élzárással, mert általában az ecseten több az anyag, hiszen sűrű az anyag, lezárom a köröm élét, és a köröm vége felé szokott egy ilyen kis bukkanó keletkezni. Úgyhogy ezt én inkább azt szoktam mondani, hogy itt hagyjuk el, és majd a színekkel mindig zárjuk le, mert egyrészt ugye nem szép, hogyha kilóg ugye a körömnek a saját színe. Tehát mindenképp a színnel borítsuk, illetve a fényzselé réteggel. Jó, de ezzel az alapsűrű anyaggal én nem szoktam javasolni. Baja nem lesz jó, hogyha nem zárjátok le. Oké, Szilvi, mennyi idő kötés kell neki? Kötés az ugye hagyományosan 2-3 perc ugye UV lámpában, de szerintem már nem annyira használunk, legalábbis hát remélem nem annyira használunk már hagyományos UV lámpát. LED-ben ugye mindig nagyjából lefeleződnek az idők, jó? Tehát nyilván attól függően, hogy mennyire lesz erős még a lámpátok, mennyire van elhasználva. Jó, amíg ez költ, Szilvi, addig megnézzük Dóri, hogy hol tart a munkájával. Ugye Dovistek Dórát, honnan ismerhetjük, ugye úgy fedeztük föl a Dórit, hogy az Instagramon nagyon sok lájkja van, ilyen extra sok lájkja van, úgy fedeztük föl őt, és hát ugye kíváncsivá tett, hogy minket, hogy mi az, amit ő, vagy amit másképp csinál esetleg, vagy mi az, amitől ő sztár lett az Instagramon. Hát nyilván az, hogy a hétköznapi munkában, a szalon munkában nagyon ügyesen oldja meg a dolgait, és ugye ezeket a fotókat készít, és kirakja sok-sok fotót. De mit látunk most tőled, Dóri, pontosan? Most tulajdonképpen én egy márvány hatású körmöt fogok bemutatni, aminek a lényege, hogy én nagyon szeretem a szalonban az egyszerűen elkészíthető körmöket, és ez is pont egy ilyen körömtípus lesz. Konkrétan egy pár perc alatt bomba mintát tudunk készíteni, anélkül, hogy megerőltettük volna magunkat, ráadásul ehhez nagyobb kézügyesség egyébként nem is kell. Amit eddig csináltam, az volt, hogy felkentem Royal 6-os alapból egy réteget, nem is kell több, mert lesz itt még azért pár réteg, tehát felesleges rétegeket nem fogok húzni, és mivel márványhatás kerül rá, itt most nem az a szempont, hogy tökéletesen lefedjük a fehérrel, bár szinte majdnem tökéletesen lefettük, de tényleg direkt vékonyan húztam, majd ezt kikötöttem és felbufiztam. És a 3-step 84 és 3-step 85-ös színekkel fogom elkészíteni a márvány mintát, amit a katalógusban a negyedik oldalon találtok meg, és az összes többi körmet is ezzel készítettem el. Szerintem nagyon nagy sláger lesz most ez így nyárom. Az egy zseli alapú köröm, épített köröm? Igen, az egy épített zselés köröm. Amit még csináltam, hogy pillangósablonra kikentem két nagyobb pötty mennyiséget a két-két lakból, hogy könnyebben tudjak vele dolgozni. Az első lépés az lesz, hogy fogok egy nullasort ecsetet. A nullasort ecsetből nekem egyébként több van, azért mert ugye van a gem glue gel is, meg az ilyen álmosott minták, és a jobbik nullasort ecsetemmel, amit még nem használtam el, azokkal húzom a nagyon vékony vonalakat, ezekkel pedig az ilyen márvány mintát, vagy a szórógyöngyök felhelyezését, hogy azért ne tegyem tönkre ezt az ecsetet, és mivel használódnak, ezért ezeket az ecseteket én egyébként imádom, tehát úgymond még kétszer felhasználható. Na, amit csinálok, egy pöttyöket fogok elhelyezni elszórtan a köröm felületén, nagyjából mint egy pöttyös labda, majd utána kitörlöm az ecsetet, és a neon limonádé színnel is közé fogok tenni pöttyöket. Azért itt ugyanjuk arra, hogy nem kell, hogy rengeteg mennyiség legyen, mert én ezt cleanserrel fogom szétfolyatni, amit ugyanezzel az ecsettel fogok elvégezni, ezért is mondtam, hogy érdemes nem a nullasort tökéletes ecsetünket erre használni, de egy bármilyen másik ecset is megfelel, de a lényeg, hogy azért vékony legyen a vége. Igen, mert ezzel a cleanser az nem annyira tesz jót. Így van, az ecsetnek nem tesz jót, de ehhez meg muszáj. Igen. Tehát ide már tényleg egy elhasznált ecsetet használjunk. Ilyen biztos mindenkinek van. Biztos. Tönkrement az UV beszűrődés alatt. Na, és akkor ezt úgy fogom elkészíteni, hogy konkrétan így szétpacsmagolom a cleansert. Tehát ugye ezért nem kellett a fehérnek annyira tökéletesnek lennie, és elég volt ugye az egy réteges Royal 6-ossal a felkenés. Az egész felületen
ügyelek rá, hogy jusson elég vízzel. Mennyire klinzerezed? Kevés van, mert nullásat azért eleve sokat nem tud fölvenni, így ugye? Így van, meg hogyha túl sok klinzert tennék rá, akkor konkrétan ugye az folyadéktól szétfolyna az egész mintánk, és annak meg sok értelme nem lenne. Csak azért érezhető, hogyha már fogy a klinzer, akkor már nem fog úgy szétcsúszni az anyag. Tehát itt most, hogyha már én így acsmagolom, már nem történik semmi. Ezért folyamatosan, de inkább sokszor kicsit, mint hogy egyszerre. És egyébként itt a két színnek köszönhetően, ahogy összemosódik, még egy harmadik szín is létre fog jönni. Én azért szeretem ezt a márvány hatást. Most én... Ezt főként ilyen világosabb színekkel szereted, vagy sötétebb színekkel is szoktál ilyet csinálni? Hú, hát ez egyébként abszolút attól függ, hogy a vendég milyen körmöt kér, tehát szerintem minden szín megállja a helyét. Most nyilván azért a pasztál színekkel, vagy neon színekkel szerintem látványosabb, meg könnyebben összemosható. Meg hát ez a divat. Hát nyár igen, van. Most nyár van. Ugye? Nyár van, nyár van. És hogyha még valahol úgy látom, most például itt lent úgy látom, hogy kevés még a szín, akkor oda még nyugodtan hozzápótolhatunk. És ugyanúgy még egy picit beklinzerezzük. Amihez én még egyébként nagyon szeretem ezt a márvány hatást használni. Most ugye kövezni fogok rá, valamint transferfóliát használok, de egyébként, hogyha ugyanezt a márványt elkészítjük, gyönyörű nyomdalemezeink vannak, és én a virágos nyomdalemez a kedvencem, és hogyha rányomdázok teljes felületre virágos nyomdával, konkrétan ilyen gyönyörű aláfestést kap az egész köröm. Ennyi? Ennyire egyszerű? Igen, ennyire egyszerű. És ugye a cleanser az el fog párologni nyilván a felületről, tehát nem fog problémát okozni utána a további fedésnél. Mivel fogod majd fedni? Én ezt most mattevőrrel fogom fedni. Uh-huh. Jó, nézzük meg Szilvi addig hol tart a munkájával. Mi történik nálad most, Szilvi? Szilvinél annyi történt, hogy felkerült a két réteg szín. Ugye az egyik új három steppes színünk. Mindjárt mondom a számát, mert azt még nem tudom. 3S85, 5 és neon, flamingo, virág, megjegyeztem a nevét. És ennek a tetejére fogok elkészíteni egy ombre átmenetet. Az új átgélünkkel, az új fuchsia nevű átgélünkkel készítem. Ugye tudjuk, hogy az ombre stickes átmenetet ugye vagy royal creamekkel, vagy átgélekkel lehet elkészíteni, ugye az ombre felületet. És most kivételesen, ugye eddig mindig úgy mutattam, hogy az alapot lekenjük, az alapszint lekenjük egy mattevőr fényzselével, és annak a tetején fogunk ombre átmenetet készíteni, mert ugye azon lehet nagyon szép, finom felületet képezni, szép színátmenetet alkotni. Ez amúgy így is van, ez változatlan. Itt, ha mondjuk élesben, szalonmunkában vagyok, akkor tudom, hogy az alapom is egy nagyon hasonló árnyalat volt. Ugye az átgél is szinte ugyanaz, akkor nem fog bajlódni úgymond még egy fényzselé réteggel, hanem közvetlenül a ragacsos felületére, a kikötött ragacsos felületére el tudom készíteni az átmenetet, tehát ezen is egy gyönyörű szépen össze fog olvadni, nem lesz foltos a színátmenet. Ugye kettő rétegben szoktam amúgy elkészíteni mindig ezeket az ombre alapokat, és gyönyörűen össze lehet őket hát mosni. Azért a ragacsos rétegen is azért nagyon szép színet. Igen, lehet. Ugye. Hogyha ilyen közeli színeket használunk, igen, persze ez akkor igaz. És mivel háromsteppes tisztalakot használtál, ezért ez lehetővé tette. Így van, beismert a lámpába, és amúgy nagyon gyorsan meg is van, nagyon egyszerű, nagyon szeretik amúgy a vendégek is, úgyhogy hát én már csak ombresztikkel csinálok szinte ilyen ombrékat, tehát máshogy már nem bajlódok vele, nem vagyok hajlandó máshogy csinálni, mert ugye ezzel nagyon igen, jó ez sokszor amúgy. Kérdés, hogy az színátmeneteket hogy csináljuk, én is azt gondolom, hogy a legoptimálisabb erre ez a szivacsos ombre sticker. Így van. És akkor én viszont fel is dobom az új matricákat, flamingókat, igen, matrica. Feldobok belőle. Ugye kettő fog felkerülni majd a gyűrű újra, meg majd fogok nyomdázni, meg egy royal cream díszítést is fogok nektek mutatni. Azt is nagyon egyszerűen, ugye most olyan divat ez a pálmalevél, hogy ennek egy ilyen fehéres változatát fogom ugye feltenni. Na, hát akkor melyik legyen? Az egyik ugye egy kinyújtott lábú. Ezeket az új köröm matricákat az újdonság katalógusnak a 19. oldalán találjátok, ahogy azt az előbb láttátok már a bemutatóba is. Jó, matricákat amúgy lehet matitott alapra is feltenni, illetve ugye ennek a kikötött felületére is rá tudom tenni. Megmondom őszintén, hogy ezt mondjuk csak azért nem tenném matitott felületre, mert a flamingó körül van egy átlátszó rész, és az alatt ugye kilátszódna, hogy a matításnak a nyoma.
Tehát mindenképp én azt mondom, hogy egy úgymond fényesebb alap kell neki. Amúgy a kikötött felületen is megtapad, de így ragacsos felületen is teljesen jól működik. Na és akkor kell nekünk egy kisebb. Hát mondjuk melyik legyen. Dori, nálad mi történik közben? Fölkerült a matever. Igen, és igen? Most kezdtem el az Extreme Fólia gélt felkenni, ami majd a Transfer Fólia felrakásához lesz szükséges nekünk. Amit erről a fólia zseléről tudni kell, én imádom, szerintem nagyon-nagyon jól használható. Állagra egyébként szerintem helyel közel pont ugyanolyan, mint a Royal 7-es pixelesmentes színünk. Amit a transferfóliákhoz ajánlani tudok, hogy az anyagot nem kell túlságosan vastagon kenni, mivel úgy fog kinézni a használata, hogy én ezt ki fogom köttetni, 10 és 30 másodperc között ajánlott, de ez egyébként lámpafüggő, tehát ezt így ki kell tapasztalnunk, hogy milyen gyorsan köt meg az anyag, de én ennél az anyagnál egyébként azt tapasztaltam, hogy tényleg nagyon jól, szinte nem tud cserben hagyni, mert nincs túl sok kötési idő, vagy túl kevés. Viszont azért fontos, hogy ne kenjük túlságosan vastagon, mert egyrészt, hogyha vastagabban kenjük, akkor rengeteg idő mire átköt, és esetleg fennáll ez a veszély is, hogy nem köt át. És úgy fogom használni a fóliát, és ez is egy extrém fólia, ez a rózsaszín, hogy a fehér felületét fogom rányomni a körömre. Tehát ilyen tartásban leszek. És előtte áttörlöd a fóliát? Igen, igen, igen. Cleanserrel áttörlöm ugye a zsírosságot, hogy elkerüljük, mivel megvan az esélye, hogy összetapicskoljuk, és akkor esetleg nem fog rátapadni a fólia a zselénkre. Viszont, hogyha túlságosan domború lenne a zselé, mivel a felületére nyomom rá, akkor elképzelhető, hogy az oldalára nem fog jutni fólia. És ezért érdemes egy picit vékonyabban dolgozni, bár nekem egyébként külön tetszik az a megoldás, hogy egy picit oldalt fekete, mert ilyen barokk hatása van az egésznek. Uh-huh. Jó, Szilvi, nálad mi történik közben? Én nálam ugye felkerült a két flamingó, ugye lefettem egy fedőréteggel, és a másik körömre pedig ugye még nyomdázni fogok, ugye ez a Paradise nyomdalemez, és arról is ugye a pálmafásat választottam. Azt még, bocsánat, mondjuk el, hogy mivel fetted le? Kultoppal fettem. Kultoppal. Egyébként ezt a Compact Base Gelt használatánál milyen fedőrétegeket lehet még alkalmazni? Hát igazából attól függ, hogy a szín ugye milyen... Tehát fontos, hogy rugalmas legyen a fedő? Nyilván igen, mindenképp rugalmas szükséges rá. Lehet használni az Easy of Top Gelt, lehet használni ugye a nullás géllakot, lehet a kultopot használni, ugye attól függően, hogy hogy kezelitek ugye az anyagot, tehát mivel ugye géllak, ezért ha oldani szeretnétek, nyilván oltató anyagokat használhatok a tetejére, de igazából az Extreme Top Shine is megmarad a tetején, a Top Seal, a Top Seal Light is, tehát minden rugalmas anyag. És talán mindegyik közül a kultop a legoptimálisabb, hát, igen, igen. Sokat igen. Nem kell rajta gondolkodnunk, hogy melyiket használjuk, az mindenre jó. Igen, hogyha az van, akkor nagyjából igen, mindent le tudtok venni vele. És látom, neked is van már az új Tösztelenítő kristálnészes hengered. A mágikus henger. Mivel nagyon fontos, hogy ugye letisztítsátok a nyomdafejet. Legjobban ezt az átlátszó nyomdafejet szeretett használni, Szilvi? Én igen, én igen. Már erre szoktam át. Régen ugye ennek a kisebb változatát használtam. Ugyanál egyetlen probléma volt, hogy esetleg hosszabb körmöket kellett nyomdázni, akkor nem mindig félt rá az a minta, amit az a fej fölvett. Úgyhogy most már ezt a nagyobbat használom belőle, mivel átlátszó, ezért nagyon jól átlátok rajta, és tudom pozícionálni a körmöm. És mivel rövid, mert ugye, nem, hogyha hosszabb lenne a szár, akkor nehezebben tudnánk pozícionálni. Úgyhogy így tudjuk nézni, hogy hova is kerül a minta, akár ha mondjuk csak ide lentre szeretnék nyomdázni, vagy egyszerűen, hogy egy ilyen szimmetrikus mintát kell feltenni, hogy ne csúszunk el egyik irányba se. Közben ki is látsz. Jó, ugye a nyomda mintát szintén elvileg ugye mattított alapra szoktunk feltenni, viszont szerintem nem titok, hogy amúgy ragasos felületre is feltapad, úgyhogy most már kettő trükköt is tanultatott tőlem, mert spóroltunk egy-egy réteget, mert azért a szalonkörmök nem szépek, hogyha vastagok. A gellaknál, hogyha meg hát semmilyen köröm, nem csak asztalon köröm, de főleg ha díszítéseket csinálunk, hogy ott el lehet csúszni azzal, hogy erősítős alapot teszünk, plusz egy fedő, visszamatító, még egy fedő, tehát a végén ugye egy túl vastag körmöt fogunk kapni, úgyhogy én ezekkel rétegeket spórolok tulajdonképpen. Úgyhogy akkor a nyomdalemezemet ugye letisztítottam, a nyomdafejemet szintén a csak is kizárólag a szösztenyítő hengeren, ugye kell nekünk egy laklehúzó kártya.
Most bocsánat, még egyszer szívet, tehát a kultopot tetted rá, és azt mennyi ideig köttetted akkor? Ezt most kiköttettem, már a másik körmöt csinálom. Ja, értem, oké, bocs. Most már átértem a másikra, most én párhuzamosan haladok vele. Értem. Jó, ugye lehúzókártya kell hozzá, kell nekünk egy fehér nyomdalak, és elvileg mindenünk ide ki van készítve. Ugye Szalomé is fontos, hogy minden legyen kéznél. Ugye nincs idő arra, hogy keresgéljük, nem találunk valamit, és akkor megszárad a lak, nem tudjuk fölvenni a mintát. Illetve még egy dolgot itt kihagytam, ugye még fel kell kennünk egy bőrvédő folyadékot. Ezt gyorsan akkor körbe felkenem. Ami ugye azért nagyon fontos, mert a nyomdázásnál nyilván nehezen tudnánk elkerülni azt, hogy a bőre is kerüljön ebből a nyomdából. Hát főleg igen, én ugye teljesen telibe fogok nyomdázni, tehát ezt nem tudom ugye leszedni. Ja, ez megszárad, ilyenkor megváltozik a színe, tehát látni fogjátok, hogy mikor szárad meg, akkor lehet a nyomdázást elkészíteni, de ezt szépen körbe le tudjuk húzni. Ez egy nagyon praktikus dolog. Jó, be is teheted. Igazából ugye UV lámpa nem szükséges hozzá, hogy megszáradjon, csak picit talán melegebb van bent, hogy gyorsítok a száradási idején. Dóri, hol tartasz a munkával? Fölkerült a... Igen, én már felraktam a fóliát. Fólia. Amit még itt meg szeretném mutatni, csak mondjuk a középsőn, csak így látszólag, hogy úgy használtam a fóliát, hogy a hüvelykujjammal nyomtam rá. Nagyon egyszerű, hirtelen mozdulattal rányomom, és el is vettem. Majd arra kell figyelni, hogy picit mozgassuk el az ujjainkat, mert ugye ott már leszettem a fóliát. Tehát, hogyha én ezt most rányomom, véletlen oda kerül a fólia, pont ugyanúgy az Extreme Fólia zselénkre, akkor ugye már nem lesz semmiféle fólia a körmön, és ezt ott már nem lehet felhasználni még egyszer, mert pont ezt a ragacsos réteget leszettem a fóliával, és ilyen szépen rajta maradt a fólia. Mivel fogod ezt fedni, Dóri? Én ezt majd cool top géllel fogom kenni, de előtte még kövezni fogok. Amit most gyorsan megemlítenék a köveknél, az új fesztivál kollekciót fogom használni, ez a Stage Queen nevezetű. Vannak benne nagyobb és apróbb kövek is, ezekre a Swarovski kövekre az jellemző, hogy 100-as kiszerelés, tehát 5 különböző méret van, és mindegyik méretből 20 darab van a kis dobozunkban. És egyébként az a durva, hogy én ugye csak Swarovski követ használok, tényleg rengeteg szín, méret, minden van nálam, viszont ki vannak rakva ezek a kollekciók az asztalomra, hogy a vendégek lássák, és konkrétan úgy rácsodálkoznak a vendégeim, mint hogyha még sose használtam volna a követ előtte. Igen. Tehát így olyan gyönyörű színösszeállításban vannak, hogy így rácuppannak, hogy nekik ez kell. És ebből fogok egy kollekciót készíteni. Ugye múlt alkalommal bemutattok a Gem Glue Gel használatát, most annyival fogom kombinálni, hogy használni fogom a Brush on Gel Tip Glue-t is, mégpedig azért egy legegyszerűsített módszert mutatok, hogyha egy ilyen ékszerkörmöt szeretnénk elkészíteni, mivel ugye a Gem Glue Gel az lámpára köt, ezért ugye tudjuk mozgatni. Viszont most egy olyan opciót mutatok be, hogy kireszelem itt fogom kezdeni a kövezést, egy minimálisan kireszelem a körmöt azért, hogy lapos legyen a felülete. És ezt azért teszem meg, mert hogyha nagy kövekről beszélünk, akkor ugye nagyobb is az alapja. Tehát nem fog felfeküdni szépen a gömbölyű körömre, és ezért ez egy tök egyszerű opció, hogy így minimálisan kireszeljük, és tökéletesen rá fog feküdni a kő. Na és ezt fogom felragasztani tipragasztóval, és azért, hogy ha majd körbe kövezem a kis ékszeremet, akkor ez egy biztos pont. Tehát ez egy segítség a Gem Glue Gel használatával. Mivel hiába már ott mozgatom, ez ott fog maradni, hogyha mondjuk ilyenről van szó, hogy ilyen nagyobb ékszerkinézetű mintát szeretnénk kikövezni, akkor szerintem érdemes a közepére tipragasztóval kezdeni. Ilyenkor viszont nem nagyon jó mozgatni a követ, tehát azért figyeljünk ugye arra, hogy akkor az oda kerüljen. Igen. Ugye? Ahova. De hát ez ezért nem fog senkinek. Így van. De ez egyébként meg sokkal jobban megkönnyíti a munkánkat, mert mire majd odarakom a 10. követ, meg 20. szórógyöngyöt, addigra lehet, hogy már el fog mászni a középső kövünk. És ezért ez egy újabb praktika, hogy így megkönnyítjük a saját munkánkat. Ezt követően pedig Gem Glue Gel-lel fogom körbekenni, ameddig a mintát fel szeretném kenni. Egyébként én azért is szeretem így használni a Gem Glue Gel-t, hogy még ezután fog rákerülni a fényzselé, mert így tökéletesen tök mindegy, hogy hova kerül ez a Gem Glue Gel, meg ugye ez fixálni kell a Gem Glue Gel-t, de szerintem úgy a legszebb, hogyha még körülötte befényzselézem.
azt majd be is fogom mutatni. Na és itt van az, hogy a Jamglugiát ismételten egy elhasználtabb ecsettel kenem fel kövecském köré. Az anyagmennyiségre ügyeljünk, hogy ne vigyük túlzásba, mert hogyha túl sok anyagot teszünk fel, akkor el fogja lepni a követ, és el fogja veszíteni a csillogását, azonban túlságosan kevésre legyen. Tehát ez ilyen tényleg kettő közötti opció. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha egy picit vastagabb fényzselé réteget kennék fel a körömre. És egyébként több fokozatban is meg lehet ezt csinálni, mivel most én még nem tudom úgymond, hogy milyen mintát fogok kialakítani, ezért egyelőre csak így körbekentem Jamglugiellel, el fogom kezdeni kövezni és szórógyöngyel kidíszíteni, és nyugodtan utána lehet dolgozni, tehát még utána lehet rakni a Jamglugiellt, és közben köttethetjük is esetleg, hogyha már végig kiraktuk a Jamglugiell-es felületet. Tehát ez tényleg annyira jó, hogy nincs ez, hogy tipragasztóval felteszem, és akkor az ott maradt. Tehát ott már igazából utána már nincs hibázási lehetőség, viszont itt úgymond hibázhatunk, mert nagyon egyszerűen tudjuk pozícionálni a köveket és szórógyöngyöket. Nos, nézzük meg addig Szilvi hol tart a munkájával. Láttuk, hogy elkészült közben a nyomdázás, remélem azért figyeltetek ti is, hogy hogyan készítette Szilvi ezt a nyomdázást. És láttam, hogy már fényt is tettél rá, ugye, közben? Igen, én gondolom, most már... kultopot. Így van, kettő vékony rétegbe tettem fel a kultopot rá, az első réteget villámkötöttem, hogy a másik réteg is hozzá tudjon megfelelően tapadni. Azért használok amúgy kettő réteget, hogy biztosan tartós legyen, főleg az ilyen teljes teliben nyomott mintáknál szerintem így ajánlott, hogyha tényleg ilyen 3-4 hétre, vagy hát több hétre visszajáró vendégeink vannak, hogy ez biztosan tartós legyen. Amúgy a matricát is lehet több rétegben fedni, tehát hogyha úgy érzitek, hogy az egy réteg az nem elég stabil, vagy tudjátok, hogy olyan a vendégetek, akkor értelemszerűen ott is ugye föl lehet tenni a második réteget rá, csak féltek arra, hogy a kultopot használtak, hogy akkor használtok, hogy az első réteg az mindig ugye csak villámköttetve legyen. Most én Royal Cream-mel fogok még továbbiakban díszíteni, az ecsetem amúgy a nulla sort. Ugye, aki használt már Royal Cream-et, az tudja, hogy egy jó sűrű, ilyen pasta-szerű anyagról van szó, de talán ugye nem annyira sűrű, mint egy átgél. Elég könnyen csúszik a felületen az ecset vele, tehát nagyon könnyen lehet vele dolgozni. Egészen vékony vonalaktól 3D-s mintákig lehet vele dolgozni. Egy pici ilyen kis levélkét fogok felfesteni, ugye itt a kis ujjon már lehet látni, hogy valami ilyesmit fogok oda is ugye elkészíteni. És tökéletesen akár az egész mintát ugye fel tudom úgy kenni, hogy nem fog elmozdulni, ugye nem fog elfolyni majd, hiszen ugye nagyon sűrű anyagról beszélünk, ugye nagyon kényelmes vele a munka. Nem olyan könnyű amúgy nekünk ilyen kicsi mintát festeni, mert ugye beszélnem is kell közben, ugye attól már önmagában ugye remeg az ember keze egy picit. De hát a szalomban is kell beszélni, ugye Szilvi mindig? Nem, mint a közben nincs beszéd. Meg van tiltva a vendégnek. Ez csak oktatás közben egy nehezítés nekünk. Jó, először mindig a levélkének a vastagabb részére teszem le az anyagot, és utána fogom ugye elvékonyítani a töve, illetve a vége felé. Jó, amíg elkészül ez a kis pálmaleveles, vagy nem is tudom minek nevezhető minta. Közben Dórinál láthatjuk, hogy éppen alakul a köves kis kompozíció. Így van, amit még egyébként pluszban megemlítenék, hogy a szórógyöngyök szerintem ebbe tapadnak bele a legtökéletesebben is. Ugye most nagyon nagy divat, hogy szórógyöngyöket használunk a kövek közé, és ebből tényleg egy darab nem esik ki, tökéletesen beletapad. Illetve egymást is megtámasztják, nem, Dóri? Igen, tehát igen, nekem igen, az igen. Az érzésem is, hogyha azért a kövek köré még egy kis szórógyöngyöt is teszünk, akkor azok még úgy megtámasztják egymást is, ugye? Így van. És még jobb lesz a tartása, nagyon kis, az mellett, hogy nagyon szépen mutat. Igen. Ami még egyébként fontos, hogy a legvégén, amikor körbe fogom fényzselézni, ugye teljesen körbe fogom fényzselézni a transferfóliát is, viszont a pici szórógyöngyöket is, egy nagyon minimálisan, de kizárólag a szórógyöngyökre rá fogok tenni fényzselét, hogy nehogy megkopjon a használat során. És egyébként így még egy plusz biztosítás, hogy biztos, hogy nem fog kipotyogni, viszont ez nem fog látszani a körmön, hogy ott van rajta egy fényzselé.
Kizárólag a szúrógyöngyök leteszed, igen, ugye? Tehát igen, a Swarovski nem kap fedést. Az nem kap, mert akkor elveszíti a csillogását, és oda a lényeg. No, a szélvénél láthatjátok még, hogy ezt a kis levél mintát így felületen is kiegészít. Egyébként ezek a nyomda minták, ezek nagyon jól alkalmazhatóak így is, hogy kis kiegészítésként festünk még rá a felületen, és még mutatósabbak, ugye egy ilyen 3D-s hatást kap, ugye, Szilvi? Így van. Az egész dolog, és a Royal Cream-et használod most is, ugye? Igen, erre. Végig. Mert hogy ugye ennek van egy kis, tudunk egy kis magasságot rakni vele, és ettől lesz egy ilyen kis 3D-s jellege a dollognak. Igen, ugye árgéllel is tudnám magasságot tenni, viszont ne felejtsük el, hogy annyira sok pigmentet tartalmaz, hogy ott már azért veszélyes lenne, hogy esetleg nem köt át az anyag. Ugye ez inkább ilyen egymozdulat technikához, felületi átmenetekhez, ugye ombre alapokhoz, virágok beárnyékolásához például tökéletes, és amúgy imádom, viszont az ennyire magas 3D-s mintákat nem annyira ajánlom vele, mert esetlegesen ugye nem fog átkötni. Ugye erre a Royal Cream alkalmas, és gyönyörűen lehet húzni az anyagot vele, nagyon szép 3D-sen lehet vele dolgozni. Itt is mindig a külső oldalára, tehát oda teszem le az ecsetet, ahol ugye a legtöbb anyagnak kell lennie, és onnan húzom be finoman a felület közepére, tehát a levélke közepére. Milyen ecsetet használsz most? Nullásat? Ugyanúgy nullasornot használok, igen. Ugye bőven felvesz ez is egy ilyen nagyobb gombócot az ecsetnek a végére. Egyáltalán nem szükséges vastagabb ecsetet használni, mert akkor nem tudom mennyire elvékonyítani a vonalkákat. Jó, ezek már az utolsó simítások, ugye, gondolom, Szilvi? Így van. És akkor közben esetleg, amíg itt befejezed és az utolsó simításokat végzed, elmondhatnánk-e a képzéseidet? Hogy milyen képzéseid vannak? Van egy ilyen, hogy ingyenes félnapos workshop. Minden, ami krisztalak. Igen, ezt tudom ajánlani mindenkinek. Egyrészt ingyenes, tehát igazából ennek mindenkinek, vagy ezen mindenkinek ott a helye. Minden, ami ugye krisztállak tulajdonképpen, az összes géllakot, a One Step-től, az Easy One Step-en át, a három steppek különböző fajtáin, végig megyünk az összes lehetőségen, az összes alapokat, vagy az alapot végigbeszéljük, milyen alapokat lehet feltenni, a fényzseléket, ugye rengeteg, tehát pont ahogy néztem itt az előbb, ezt tegyük be egy picit, ugye a kis katalógusom van ez a alap és fényzseléknek a kis okosa, ez két oldalon van, tehát most már szinte valaki elkezd egy szakmát, akkor néha szinte meglepődik, hogy úristen, most már mit, mire, hogyan kell kenni, annyira sok minden van, ugye nagyon sok lehetőségünk van, hogy miből tudunk választani, és én át fogom veletek ezt beszélni, hogy ne legyen ez annyira bonyolult, mint amilyennek ez tűnik. Úgyhogy végig kis táblázattal végigvezetjük az egész napot, hogy mit, hogyan, mire lehet, és hogyan érdemes használni. Egészen a részletekig belemegyünk a dolgokba. Nyilván fel lehet tenni ugye mindenkinek a kérdéseit, hogyha esetleg valami nem tiszta ebben. Úgyhogy gyertek, lányok, mert ez nagyon hasznos. Ez mit jelent ez a fél nap? Ez, hogy is van, 1-től 4-ig. 1-től 4-ig, igen. Néhány órát vesz igénybe, és azért nyilván kiokosodtok. De érdemes tanulmányozni a katalógust is, a nagy katalógust is, abban is egy csomó minden le van írva, illetve most is ebben az újdonság katalógusban, ugye láthattátok ezt a kis táblázatot, amit a Szilvi említett, de a még jobb, hogyha ugye személyes találkozás a Szilvivel, és akkor mindent és be is mutatom. Ez ugye fontos, mert azért elméletben átbeszélni is jó, nyilván az is egy hasznos dolog, de azért, hogyha látjátok, azért az is egy nagyon jó segítség lehet nektek. Jó, hogyha választitek ezt, gyertek el. Oké, következő képzésed a Diamond Art, vagy csillogó vendégkörmök, Royal Gel, Art Gel és Royal Cream zselékkel, illetve krisztalakkokkal. Igen, ugye aki már volt nálam képzésem, vagy ismerek képzéseimet, azt tudja, hogy azért én inkább ugye a szalonos mintákat mutatom. Ezt sem gondolom, hogy amúgy nehéz mintákból állna össze ez a tanfolyam. Talán az eddigiekhez képest egy picit nehezebb, de azért ez is bőven alapszint, úgyhogy bárki jöhet, jó, tehát nem kell tőle félni. Átmenetek, minden csillogás, minden van benne. Hát nézzétek meg a mintákat, amúgy szerintem ne hozza a kedvet hozzá. Aztán a következő a Party Pink, és
aranyos pink díszítése. Igen, ez még népszerűbb, mert rózsaszínnek készültek a minták, bár az előző is készülhet nagy a rózsaszínnel. Nagyjából hasonló, itt ugye picit belemegyünk, egy-kettő nehezebb minta van ugye egy bonyolultabb színátmenet készítés, ugye virágok árnyékolása, illetve dimenzióban való ábrázolása, illetve van egy csipkezselés virág is, tehát ugye ezek, amik most így divatban vannak, egy picit ugye nehezebb minta, de azért itt is abszolút kezdők jöhetnek, úgyhogy itt is szerintem kis cuki minták születtek. Úgyhogy. Jó, következő tanfolyamod villámgyors szalon mintákról, jágélekkel. Igen, az már nincs díszítő. Az a tanfolyam. Az már nincs. Az már nincs. Oh. Az már megszűnt tavasszal. Lett helyette más. Szerintem. Igen, ez a kettő lett amúgy, ez a Party View meg a Diamond Art. Jó, egyébként elkészültünk a munkával. Szépen. Igen, leszedem a bőrvédő folyadékot, és akkor nézzük meg, és még akkor egyszer, ugye hogy... készen is van. Jó, amúgy én csipesztel szoktam leszedni, így össze szoktam csípni, és akkor így körbe, egész könnyedén így leszokott jönni. Jó, egy pici olajat azért, azt kapjon ő is. Hát már ugye ez az én kezemen volt ez a köröm, úgyhogy pár vendégem látta, úgyhogy már előre mondták, hogy ők biztos ilyet szeretnének nyaralásra, és felkészültem. Ja. Akkor nézzünk egy összképet, nagyon szép lett, köszönjük szépen Balázsi Szilvinek az előadását. És akkor nézzük meg még Dórinak a finisét, munkáját, hogy hogy is. Én is elkészültem. Így néz ki egy naplemente Dóri szerint. Igen, ez a köves szerintem nagyon hasonlít rá. Gyönyörű. Minden szín megvan És benne. Akkor mondjuk el Dórinak is a képzését. Egy képzése van Dórinak, egyelőre. Illetve már alakulóban a második, de az még titok. Trendi és látványos díszítések, gyors technikák, legcsajosabb díszítések a Dorci szalonjából. Így van, én arra törekedtem, hogy olyan képzést szerettem volna hozni nektek, amiben tényleg nagyon gyors szalontechnikákat mutatok be, és ennek ellenére pedig nagyon látványos. És nagyon sok technika van benne, sugar effect, krómi használat, aurora por, krómporok, szóval tényleg nagyon sok rétegű, márvány, ott is mutatok egy márvány technikát, hogy várok mindenkit sok szeretettel, tényleg a kezdőktől mindenki meg tudja tanulni. Dórinak azt gondolom, hogy nagyon nagy szalon rutinja van, mennyit dolgozol a szalomba? Nagyjából látástól vakulásig. Éjjel-nappal nagyjából, ugye? És mennyi időt szoktál szállni egy körömépítésre, mondjuk egy ilyen kis finom díszítéssel? Hát mondjuk ezt, hogyha én most szalomba lennék, akkor másfél óra alatt el tudnám építeni. Hát azért ehhez már rutin kell, és így nyilván ezek, amit megtanulhattok többen közt Dóritól ezen a képzésen. Köszönjük szépen Dórinak is az előadását. Köszönjük szépen, lányok. Még egy tapsot hadd kérjek nekik.